Jetski Európa bajnoki futamot rendeztek június második hétvégéjén Leveleken. A háromnapos megmérettetés nyíregyházi megnyitóval vette kezdetét. A kontinens viadalon 22 nemzet, 115 versenyzője 13 kategóriában mért össze tudását. Ezek a versenyszámok, ezek 15 illetelek 20 percesek, és hát azért ugye itt a technika olyan, hogy itt 600 lóerős, 154 km/h végsebesű gépek is vannak, tehát ezek a technikáknak ki kell bírni 20 percet. Tehát nem csak a versenyzőnek a hullámokba, hanem a technika is kibírja, mint ahogy látjuk a Forma 1-es pályán is néha elfüstöl egy-egy motor, hát itt is, amikor valaki csúcsra pörgeti, csúcsra tuningolja a motorját, hát van olyan, hogy nem megy végig. Úgyhogy itt technika, versenyzői képesség, stresszmentesség, itt sok minden játszik ebbe a dologba. A versenyzőknek nem csak egymással, hanem a gépet és embert próbáló kánikulával is meg kellett küzdeniük. A viadal pole pozíciós futamsorozattal vette kezdetét, ahol az indulók az idővel versenyezve dönthettek a rajsorrendről. De ennek még különös jelentősége van, mert például bizonyos kategóriák esetén maximálisan 18 fő indulhat el, tehát a runabout kategóriákban, ülős kategóriákban csak 18 ember mehet a döntőbe. A másik tétje a startsorrend, mert itt gyakorlatilag 18-an felállnak a startvonalhoz a runabout gépek esetén, az állós gépek esetén 22-en, és a 22 versenyzőnek, illetve a 18-nak mindegyiknek az a mániája, hogy ő akar először befordulni az első fordító bolyánál, ami körülbelül ilyen 300 méterre van a starttól. Elmegy a gumikötél, és akkor mindenki, akkor ahogy tud, megy. És akkor azt képzeljük el, hogy 18 ember, tehát aki nem annyira szemfülesen startol, és már a második sorban van, az a hullámokban semmit nem lát. Aki a harmadik sorba megy, az gyakorlatilag a vízfröccs tele hullámokkal vakon mennek. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel YouTube csatornánkra, vagy kövess minket Facebookon és Instagramon.